gyalázat városunkra, hogy egyetlen embertől megfélemlítve remek. Szégyen a kormányra is, amiért az ország egyik legkisebb megyéjét prédaként egy vámpír karmaiba löki. Én vámpír? Hát ez kész röhely. Tiszta röhely! Már pardon és bocsánat, drága főnök úr, de vámpír, hát mit jelent az, hogy vámpír? Egy olyan, aki a nép vérét szívja. Én szívom a nép vérét? Ön a nép vérét szívja? Jézus már! A rohadék! Tiszta rohadék! A mocsadék! Tiszta! A szemétláda! Tiszta szemétláda! Na de úgyse választják meg. Ha, na de úgyse. Hiába minden, az egész hantopológia egylet. Az összes pap és tanító semmire sem egyenlők a nyakamat rá. Az enyémet is. Na de hadd csak, hadd ugasson csak. Kutyából nem lesz szalonka, a kutya csak kutya marad. Tiszta kutya! Te Gyuri, de. Nagy család, minimál bén. Tessék Gyuri, egészséged. Na, elkezdted mesélni azt a tegnap esti történetet. Ja, hogy mondom, tegnap este evés után elszúdítottam, de csak egy percecskét, mert ugye milyen a szolgálat, drága főnök úr, kérem tisztelettel. Szegény rendőrnek ebéd ideje sincsen. Nincsen rendes beosztása, fekvése, kelése, itt arra, mi minden rendes keresték. Így igaz. Mit szóljak én? A nehéz, a nagyon nehéz. Nagy család! A bér meg minimál költségvetés szerint kérem tisztelt a drága főnök úr. Mondogatja is egymást az asszony, ma a drága neje. Te Gyuri, na kérjem már meg fel a perfektus urat, emelje meg a fizetésedet, különben tönkre leszünk menve. Ki lesz gyerek, drága főnök úr, kérem tisztelete? Gyuri kapetikár, mikor... Hagy csak, Gyuri, hagy! Egy szállal se keves a drága főnök úr. Az államnak fogalma sincs róla, hogy miből él az ember, csak az adót vasalja be. De hunnél, tatukám, már hunnél? Na, Gyuri. Ki lesz gyerek, drága főnök úr, kérem tisztelettel, Gyuri kapetikár, mikor... Hagyjad már, Gyuri! Havi 700 lej! Nagy család és minimál bér, költségvetés szerint kérem tisztelettel. Hát szó se róla, a költségvetés szerint. De te nem vagy egy elveszett, Gyuri, nem vagy egy elveszett gyerek, leakasztasz te itt-ott egyecsmást. Csurran cseppel, hadd csak, mert tudjuk mi. Hát tudja, hát hogy ne tudnád, éppen maga, drága főnök úr, kérem tisztelet, hát pont maga ne tudnád. Nem bánom, ha okosan csinálod, szeretem, ha közalkalmazott hűséges és szívvel lélekkel szolgál. Szívvel lélekkel, drága főnök úr, kérem tisztelet. Nem nézek én utána minden baninak, különben is egy nagy családosnál. Kilenc lélek, drága főnök úr, kérem tisztelet, pedig egy jó, és minimál bér. Költségvetés szerint. Minimál csókolom a kezét, drága főnök úr. Hadd csak, Gyuri, mert a zászlók tegnap előtt nem maradtak a nyakadon. Jól megfutott a tolla. Tisztára megfutott. Ma hogy megfutott, drága főnök úr? Hát a bizottság 44 zászlót fizetett ki. És? Ki van tűzve 44 zászló? Ki van tűzve, drága főnök úr, kérem tisztelettel? Ki van tűzve? Talán. Egyet-kettőt a szél, ki tudja el. Ki tűzni. 44-et. Szóról-szóra 44-et, drága főnök. Ne handa vandász, Gyuri, hát nem autókáztam én végig tegnap Zakariás bátyámmal és Zozikával az egész város. És ő, amilyen pajkos a természete, azt mondja, számoljuk már meg a Gyuri zászlóit. Na ez fáj. Na ez nagyon fáj, drága főnök úr. És éppen Zozicika asszony, akitől reméltünk egy kis protekció. De hát ő nem rossz indulatból, csak viccnek szánta, hiszen tudja ő is, Zakariás elnök úr is, hogy a mi emberünk van. Az övé, drága főnök úr, kérem tisztelete is, az Zozicika asszonyé! Na meg a Zakariás elnök úr, na! És megszámolták, drága főnök. Uh-huh. Én? Hát, ugye úgy van, 44? Vagy 14, 15? Na de kérem, drága főnök úr, hát számoljuk össze! Hadd már, Gyuri! Ne, számoljuk össze! Csak, Gyuri! Nem, számoljuk össze! Jó, akkor számoljuk már össze, Gyuri! Számoljuk össze! Uh-huh. Kettő... A megyeház! Kettő... Kettő... A február 11-ére! Négy... Kettő... A városház! Hat! Egy a liceumon? 8. Nem. 7. Egy az általánoson?
8. Egy a kórháznál. 9. 2. A Szent Miklós kantinrális. 11. 2 a megyeházat. Ne, a megyeházat már számoltam. Dehogy is, drága főnök úr, dehogy is. 2 a városházat, 18, 4 az iskolák, 24, 2 a Szent Miklós kantinrális, 30. Azt a kettőt is számoltad már egyszer. És rosszul adt össze, Gyuri. Isten megőrizze, drága főnök úr, kérem tisztelettel. 44. Pont fix 44. Ahogy mondtam, egyet, kettőt a szél, ki tudja. De Gyuri, neked van pofád így a szemembe hazudni? Nagy család és minimál bér költségvetés szerint. Gyuri, hát adjuk már ezeket a zászlókat, Gyuri. Hát tisztára adjuk, drága főnök. Mesél már azt a tegnap esti történetet, mert sírt. Jó, mondja. Tegnap este ugye 10:30 körül hazaugrottam, hogy bekapjak valamit, és Zundi csak egy percecskét, mert hófáradt voltam, nem egyéb a tűzoltástól. Azt mondja az asszony, te Gyuri, már pardon, vedd közé és úgy feküdjen. No. De én nem és nem, a nálam első a szolgálat, drága főnök úr, kérem tisztelettel. Éjjel-nappal csak is a szolgál. Tehát felkelek úgy 10:30-kor, és már pardon a kifejezésért, leveszem az egyenruhát, és a sapkát is elindulok, csak úgy civilesen, mert nálam első a szolgálat, drága főnök úr, kérem tisztelettel. Mindig csak a szolgál. Tehát mire indulok, lehetett olyan éjfél után 1 óra. Megkerülöm a városházát, és elindulok a kertek alatt, hogy az egyesülésről opózírni. Még el sem érek a kertek alá, amikor fényt látok a kacagány úr hátsó ablakai. Az ablakok tárva nyitva. A decka kerítés magas, ha felmászok rá, be lehet lépni az ablakon. És neked, akinek első gondolatom mindig, de mindig a szolgálat, mi jutott eszembe? Nem álltam egy kicsit körül szimatolni a mélyen tisztelt portáját. Gyuri, te! És azon szép csendesen, mint egy macska, felmászok a kerítésre, és elkezdek hallgatózni. Úgy láttam és hallottam mindent, hát most engem a drága főnök úr, tiszta színház. És? Pókeresztek. És kik voltak ott? Kik lettek volna? A tanítók. Jánosi, Pálosi, Pipacs tiszteletes. Jó, tiszteletes? Igen, és Takácsi, meg Petkesi, meg Zapuszkási, együtt az egész bagázs. A játék vége felé lehetett, a cigaretta is úgy dőlt ki az ablakon, mint egy gőzhajó volt. Már csak Petkesi és a tiszteletes úr verték a blattot, a többiek beszélgettek egymással. És Kacagányi ócsárolt engem? Szörnyelmes a drága főnök úr, kérem tisztelettel. Magát és a kormány és a voksaikat számolgatta. A tiszteletes meg a tanító. A csórésegűek. Tiszta csórésegűek! Adj csak, mert adok én nekik voksokat. Na de várjon majd, mi történt, drága? Kacagányi csak povegyál, és azt mondja, fogadok önökkel egy a 100 ellenében, hogy olyan valaki fog velünk boksolni, aki még csak eszükbe se jutott. Akire, mint az anya, úristenre úgy számít a bámpír! Mert hogy ott is bámpírnak nevezte. És ha azt a valakit megszerezzük, mindenki a zsebünkben lesz. Hallgassák csak meg ezt a levélkét! Azzal kivett a pénztárcáját. Na ide figyeljenek! Akkor az ördög adta apjának nincsen egyéb dolga. Apa hagyja a zsugács, azt mondja, várj lelkem, várj, inkább élve temessenek el, mint hogy ebből kimaradjak, várj, csak rágyújtok egy cigarettára. Azzal letette a kártyát, felállt drága főnök úr, kérem tisztelettel, szippant egyet a cigarettából, és az égő gyupát az ablakon keresztül pont a szemem közé hajtotta. Én megtartottam, megcsúsztam a deckát, és pont egy marha állat nyakába estem, aki ott üldögélt, vagy ott ment el a kerítés mellett. A marha állat elkezdett ordítani, a bentiek mind az ablakosztól ültek. Én ahogy leestem, elosultam a kerítés mellett, és beegyenesen a városházok garázs. Na és? Később visszamentem én, de becsukták az ablakot, lehúzták a rollót. Miféle levél? Ki? Mi? Nem értem. De Gyuri, nekem mennem kell villás reggelizni, nem vállalkoztathatom meg Zakariás bátyámat és Zozikát. Ők nélkülem nem fognak hozzá, és Zakariás bátyám reggeli nélkül ki sem teszi a lábát a házból. És tudod, Zoé, milyen türelmetlen. Igen is, drága főnök úr, kérem tisztelet. Meg, hogy miféle levél és kiről van szó? Igen is, drága főnök úr! Nem, mint a félnék én a kacagány ostoba intrigáitól, de ezt a szálat is elcsíthetnénk. Teljesen leszerelhetnénk a mélyen tiszteltet, és rendesen megdolgozhatnánk! Tisztára megdolgozhatnánk, drága főnök úr! Várj egy percet, felöltözöm! Együtt megyünk, akarok még valamit mondani. Igenis, várom, drága főnök úr, kérem tisztelettel!
főnök úr meg nekiállt Szezicik asszonnyal zászlókat számolgatni. Csak szegény feleségemnek van igaza, hogy azt mondja, inkább folyál, ne csak nyaljál, mert a degesz nem érti az éhest. Azt mondom, tisztáz. Mert például a drága főnök úr, a pénz az pénz, a punkció az punkció. Zazicikasszony, jaj, ezek aztán tudnak élni. Az öreg Zakariás megpénzeli őket. És én? Hát velem mi lesz? Nagy család és minimál bérköltségvetés szerint. Micsoda, korrupt világ! Nincs erkölcsi morál, nincsenek elvi principiumok. Nincs is már semmi, csak az önérdek és az önérdek. Jól mondja a fiam az univerzitáson, mert fiatalnak fiatal, de érek, komoly gyerek, hogy azt mondja a minapi levelében, hogy apuka, ahol nincs erkölcsi morál, ott korrupció van, és eltelen a társadalom, azaz, hogy nincsenek neki elvei. Micsoda aljának, micsoda gazembesi. Te itt vagy, Gyuri? Igen, csókolom a kezét, drága elnök úr. Pista már el. Dehogy is, mert dehogy is, momentál oda át van, jön a perce. Ebben a monumentumban, hát már itt is van. Ah, Zakariás bátyám, hát hogyan lehetséges, eljöttél reggeli nélkül, mi történt? Nagy cirkusz, óriási cirkusz, drága barátom, egy icipici türelmet, hadd meséljen el. Leléphetek a közérdekében, drága főnök úr, kérem tisztelettel! Mármint, hogy hív a kötelesség! Jó, de ne feledd, amiről beszéltünk, minél előbb ki kell bogoznunk azt a misztériát. A lehető minél leghamarabb, drága főnök úr! Zakariás bátyám, hosszú a mondani való? Ne beszélhetnénk meg reggeli közben. Legyen egy icipici türelme, de Zuzika ezt nem szabad megtudja. Nagy cirkusz! Óriási bonyodalmány, drága barát! Jó, Gyuri! Én is, drága főnök úr! Ugor be azonnal Zakariás úrékhoz, és kérd meg... Nincs igazam, Zaki bátyám. De... Kérd meg Zozikát, hogy legyen egy icipici türelme, és ne haragudjék, hogy késünk egy kicsit a reggeliről, de akadt egy kis politizálni való négy szem közt, férfi a férfival. Igen is, drága főnök úr, kérd tisztelettel! Mesélj, Zakariás bátyám, mi történt? Feldúltnak látszol. Legyen egy... Gyuri! Mit csinálsz? Hová mész? Hova parancsolt a drága főnök úr, kérem tisztelettel! Na, egy icipici... Gyuri! Igenis! Miért nem elől mész? Igenis, elől, drága főnök úr, kérem tisztelettel! Na, a reggel... Még fél kilenc sem múlott, a kávémat se hittam meg. Bejön a házvezető nő, és által nyújt egy cédulát, és azt mondja, hogy sürgősen várnak a válaszra. Na mit gondolsz, ki küldte a cédulát? Kicsoda? Legyen egy icipici türelmet, majd meglátod. A mélyen tisztelt Kacagányi. Kacagányi? Kacagányi. Hát mondom is magamban, mi dolga Kacagányinak veled? Nekem Kacagányi van. Hát se engem, se gatyám. Sőt, az elveket tekintjük éppen ellenkezőnek. Hát így igaz. Na és? Na, legyen egy icipici türelmet, majd meglátod. Hát tessék, parancsolj. Milyen tisztelt Tarhonyai Zakariás úrnak, az ideiglenes állandó bizottság, a templom és iskola bizottság, a szavazás és választási bizottmány, a romániai örmény mezőgazdasági agrárbizottmány, az erkölcsi morál épülésért felelős bizottság, a városrendészeti és mentálhigiéniai bizottmány, valamint más bizottságok és bizottságok elnökének helyben. Nagyra becsült uram, az ön állampolgári és családapai becsülete érdekében kérjük, hogy ma délelőtt 9:30 és 10 között szíveskedjen benézni a romániai magyar gazdasági hajnal enciklopédikus szövetkezeti egylet székházába, azaz a Kárpátok Harsonája szerkesztőségi irodájába, ahol az ön számára igen nagybecsű dokumentumot hozunk tudomására.
Tisztelő híve Kacagányi, a Kárpátok Harsogája napilap alapító, igazgató, főszerkesztője, valamint a Romániai Magyar Gazdasági Hajnal Enciklopédia Szövetkezeti Egylet alapító elnök igazgatója. Ha! Na és milyen dokumentumról van szó, Zaki bátyám? Legyen egy icipici türelmes, majd meglátod. Azon gondolkodtam, menjek, ne menjek, ne menjek, menjek, megyek. Bárcsak kíváncsiságból is, hadd látom, miféle hanta banda ez már megint. Tehát, kedves barátom, megyek. Gyorsan felöltözök és megyek. Kacagányihoz egy icipici türelmes, meglátod. Kacagányihoz. Ahogy belépek, rögtön felugrik és eljön a kínál a hotelben. Hogy igen tisztelt, úgy mélyen tisztelt, így. De én csak szigorúan annyit mondtam, hogy igen tisztelt, azért hívott, hogy egy dokumentus mutassa. Hát mutassa a dokumentus. Hát erre ő félek, azt mondja. Félek, hogy egy ilyen olyan férfi számára, mint ön, túlságosan, fájdalmasan lenne a csapás. Fel kéne talán készítenem önt előbb. Na de, és akkor megint a különféle rafinéje. És én megint mondom, igen tisztelt, legyen egy icipici türelme, a dokumentum, ha, látja Galát és emere sincs kiút, hát elővesz egy levelet. Aha. Na mit gondolsz, kié és ki? A kiét, a kihez Zaki bátya? Egy icipici türelme, és meg tudom. A tiédet, Zozikához a felesége. Olyan szabályos, szerelmes levél, mint a pitty. Na, mit szólsz te? Ez nem lehet. Nem lehet. Legalább 10-szer elolvastam, betéve tudom, ha ide figyelj. Drága Zozikám, a mélyen tisztelt, azaz, hogy én ma este gyűlésbe megy, a tegnap előtt esti gyűlésről van szó. Én, azaz, hogy te, itthon kell maradjak, mert fontos értesítést várok Bukarestből, amelyre rögtön válaszolnom kell. Következésképp ne vár rám, hanem gyere te, már mint Zozika a felesége, a te kis kakaskádhoz. Zaki bátyám, türelmet, aki örülten kíván és szeret, ezerszer csókol Pista. Összetöröm a csontjait. Hát ez nem igaz. Ez nem igaz! Persze, hogy nem igaz. Na de el tudtál te képzelni ekkora galátságot? Én megértem az okirát, hamisítást, bizonyos határig, ez túlmegy mindenet. De Pistu, ezt nevezem hamisításnak. Hát te is azt mondtad volna, mi? Megesküdtél volna, hogy a te írásod nem egyéb. Másolat. Legyen egy icipici türelme, mondd azt, hogy gazember is, és passz, miért kell így felvőd? Hát ilyen a világ, nincs mit tenni, nem mi fogjuk megváltoztatni. Ki tudná megmondani, meddig terjedhet az emberi galátság? Nagyon borult. Legyen egy icipici türelme, mondd azt, amit én mondtam neki. Na ide figyeljen, mélyen tisztelt! Én nem kétlem, hogy maga egy igen erős machiavellista, de most az egyszer emberére akadt. Na, amikor látta, hogy velem semmire se megy, tudod, hova lyukadt ki? Azt mondta, hogy ha én semmibe veszem a komolyságot, akkor ő a vasárnapi lapszámban fekete keretben megjelenteti hadlásra a nagyérdekű publikum. Lelövöm! Felgyújtom! Annak a levélnek élve vagy holtan, de azonnal ide kell kerülnie! Gyuri! Hol van ez? Forró fejű, meggondolatlan. Különben jó fiú, okos, tanult, okos, kokos. Csak hirtelen harangú. És az ilyen nem való prefektusnak a mai világban, amikor nincs erkölcsi morál. Nincsenek elvi principiumok. Kell lennie egy icipici diplomatizmusnak, hogy morult. Szemétláda! Legyen egy icipici türelme, félre a semmiségekkel. Sokkal fontosabb dolgokkal kell most foglalkoznom. Ezt a gyűlés lesz, el van intézve, vagy mi?
tálasítja előlük, hogy mit csinálunk. Tegnap este megtudtam, hogy kacagányt, meg a tanítóság, meg mind az övéi botrányt akarnak csapni. Beszélnünk kell Gyurival, hogy vegye kezelésbe. Ez a galád kacagány. Ma este fel akar szólalni, hogy minket megengedelje. Nyugodj meg, Zaki bátyám! Kacagányi ma este nem a gyűlésen lesz, hanem valahol egészen máshol! A hűvösön! Rendben! Jössz reggelizni? Nem, nekünk még dolgunk van, menj csak egyedül, Zaki bátyám! Kész csókom Zozika asszonynak! De aztán ebédre okvetlen elvárunk. Nekem ma este gyűlésbe kell mennem. Zozikával kell maradj, hogy ne unatkozzon. Utána aztán preferancozunk! Igen, Zaki bátyám, igen. És ne idegesíts el magad, minden szamásságra. Nem látod, hogy merre tart ez a világ egy társadalomban, ahol nincs erkölcsi morál, nincsenek elvi principiumok, nem lehet kapkodni. Igen, Zaki bátyám. Viszontlátásra, Zaki bátyám. Biztos! Szóval szükség van egy icipici türelemre. És mit csinálják? Mit csinálják? Hol lehet ez a Gyuri? Zoe, mindent tudsz, tudok. Tönkretettek, Pistú! A másik szobában voltam, mindent hallottam. A hátsó bejáraton jöttem, rögtön Zakai, és után érkeztem meg. Én nem mertem a szemébe nézni, bár tudom, hogy nem hisz egy szót sem. Mindent hallottam, Pistúkám, mindent hallottam. Mikor Gyuri indult, behívtam magamhoz, mindent elmagyaráztam neki, csak ő segíthet rajtuk. Hogy tudtad meg, Zoli? Rögtön Zakai, és után megtudtam, mindent hisz. Nem. Zoli! Szerintem! Mi ez? Milyen tisztelt asszonyom, szerkesztőségünk birtokában van egy önnek címzett és kedvenc prefektusunk által aláírt levélke. Szíveskedjen azonnal szerkesztőségünkbe kegyeskedni, hogy ebben zűrös ügyletet mindkét fél számára kielégüléssel lezárhassuk. Az ön támogatása ellenében fent említettnél, a jelzett dokumentumról hajlandók lennénk lemondani. Na. Hogy veszítetted el a levelet, Zoe? Nem tudom! Tegnap előtt, mikor eljöttem tőled, még megvolt a szem. Hazaértem aztán. Nem tudom! Lehet, hogy kiúztam a zsebkendőmmel. Ugyanabban a zsebemben volt! Micsoda szerencsétlenség, Zoe! Zoe! Voltam kacagányinál. Mi? Épp most jövök tőle. Megígérte, hogy visszaadja a levelet egy feltéttel. Ha biztosítjuk a megválasztását. Ellenkező esetben lehozza a levelüket a holnap utáni újságban. Eljött a döntő ütközet! Vagy öltapos el, vagy mi nyírjuk ki. Gyuri, hol van ez a levél? Gyuri, én küldtem kacagányihoz. Vásárolja vissza a levelet bármi áron. Tehát Gyuri nála van! Persze. Vigyázz, jön valaki! Ujje! Gyuri! Lehet, hogy manipellált jó az egész? Egy elterelő magunk fel, hogy előtt évesztenek már kételkezőben. Reggel 10-kor, mikor a városba mentem, láttam az igen tisztelt tarhonyait bemenni kacagányhoz. Mert nekem akár van találka, akár nincs, pontban 10-kor bemegyek a városba. És? Úgy 11-kor, mikor jöttem haza a városba, a tiszteletre méltó madám tarhonyait láttam kijönni kacagányitól. Mert nekem akár van kliensem oda haza, akár nincs, pontban 11-kor hazamegyek a városba. Nem értem. Hogy nem értem? Hogy nem értem? Nem értem. Hát pontban 11-kor hazamegyek a városba. Nem. Én az ellenzékkel való kompromissziót nem értem. De láttam. Tarhonyaján bemenni kacagányihoz. Utána madám tarhonyait bemenni kacagányihoz. Én meg Gyurit láttam a rendőrt bemenni kacagányihoz. Nos, tehát? Árulás tényje forog bennünk. Én még ennél is tovább megyek.
Ha elárulnak, hát áruljanak. De tudjunk róla mi is. Tudjunk róla mi is. Lehet, hogy a prefektus kezében van a kulcs. Ő majd feltárja nekünk a titkot. Már itt is van. Tiszteletem, uraim! Tiszteletem! Val fehér. Vérvörös. Tiszteletem, mélyen tisztelt. Tiszteletem, kérem, tessék, foglaljanak helyet, kérem, tessék. Na, köszönjük szépen, de... Ez jelős a dolgunk. Már elmúlt 12. És amikor pontban 12 múlt, neked akár van tárgyalásom, akár nincs, megyek a törvényszékre. Megyek a törvényszékre. De most nem. Most nem. Hogy rövidek legyünk, íme mélyen tisztelt, hogy miről is van szó. Miről is van szó? Így. Úgy beszélik a városban. Városban. Na már engedd meg. Legyünk explicitek, mert én szeretem kitenni a pontot az ír. Tehát, úgy hírlik, hogy a mi pártunk, mind a listás, mind az egyéni körzetben kacagányit támogatja. Kacagányit. Miféle párt? Miféle kacagány? Hogy milyen párt? Hát a mi pártunk. Madame Tarhonyai, ön, Zakariás bátyánk, mi és a mieink pajzson visszük a mélyen tisztelt kacagányit a tisztelt házba. És ki mondja ezt? Ne nevessen, mélyen tisztelt! Ne nevessen! Már suttogják! És mi mit mondhatnánk? Az embereknek igenis van okuk a szóbeszédre. Tarhonyai úr látogatóban Kacagányi úrnál. Kacagányi úrnál! És? Madame Tarhonyai látogatóban Kacagányinál. Kacagányinál. Na és Gyuri úr, a rendőr, látogatóban Kacagányinál. Kacagányinál. Miért? Milyen célzattal? És mi? Mit mondhatnánk mind erre? Hát félünk az emberek száján. Miért? Mit beszélnek az emberek? Há, azt akarja mélyen tisztelet, hogy világosan és kimondottan beszéljek. Árulástól félünk. Árulástól félünk. Nos, ez van. Ez van. Drága barátom, Tálas! Nem gondolja, hogy katolikusabb akar lenni a római pápán? Igenis! Ha elvekről van szó, én úgy teszek, mit hogy teszek? Vagyok! Igenis! Katolikusabb vagyok a katolikus pápán! Uraim! A saját lakásomban ilyen megjegyzéseket visszautasítok, és engedelmükkel sértésnek minősítek. Csak ne kapkodjunk! Hogy ne kapkodjunk! Miért tisztelt? Hogy ne kapkodjunk! Önök ide jönnek a saját lakásomba! Hozzám, aki feláldozta a karrierjét, hogy itt maradhasson önök között, és megszervezze a pártjukat! Mert hallják be, uraim, nélkülem önökből soha nem lett volna párt! Önök ide jönnek hozzám, és a szemembe leárulóznak! Hát ezt nem tűrhetem el! Kérem, íme, hogy mit osztogatnak a városban, Kacagányi úr megbízásából. Ki van nyomtatva, uram? Kinyomtatva? Nyomva! Kinyomva! Megengedi? Megerősített hírként adjuk közzé, hogy a független csoport elnökének és politikai elbarátunknak, Kacagányi úrnak jelölése közé az adminisztráció a továbbiakban semmilyen akadályt nem gördít. Ellenkezőleg. Erőteljes biztosítékunk van azt hinni, hogy mindaz ak és tiszteletre méltó Tarhonyai úr, a Szavazási és Választási Bizottság elnöke, mint pedig igen tisztelt. És ifjú prefektusunk végre meggyőződött arról a tényről, hogy azon körülmények között, amely körülmények között jelenleg országunk leletszik, megyénket senki nem reprezentálhatja jobban, mint barátunk, a független honfiú, Kacagányi Miklós! Kacagányi úr a ma esti gyűlésen felszólamlik a független frakció kuratóriumá. Hogy? Nincs vesztegetni való idő. Kérem, uraim, halaszthatatlan és fontos ügyek a székházaimnak. Bocsássanak meg, kérem, de... Gyuri! Hol van ez a rendőr? Csak így ilyen kurtát hozzá. Azaz, hogy ott az ajtó kívül tágasabb? Nincs mit keresünk, menjünk Tarhonyaihoz. Gyerünk! Árulás! Turóci! Árulástól tartok! És amint már mondottam,
Ha árulás, ám legyen árulás, ha párt érdek megkívánja. De tudjunk róla mi is. Tudjunk róla mi is. Ezért ismétlem én már a nagy őseinkkel együtt, Mihail Bravuval és Stefan Cselmáréval. Azaz, hogy Petlen Gáborral és Bátor Istvánnal együtt. Szeretem az árulást! Szeretem az árulást! Te megvetem az árulást! Te megvetem az árulást! Mennyi az idő? Mennyi az idő? 12 múlt. 12 múlt? És amikor pontban 12 múlt, nekem akár van tárgyalásom, akár nincs, megyek a törvényszékre? Megyek a törvényszékre! Árulást, túlok szépen! Árulást! Árulást! Vigyázz, jön valaki például! Ki ez? Mit tudom én? Maga mit akar? Én válaszú vagyok. Hogy hívják? Szutyinnak? Mit számítasz? Szutyinnak a kérdés választó vagyok-e? Ez része? Francba, hát nincs oda kint senki, minden hülye minden részekbe jöhet. Na ide hallgasson, jó ember, tűnjön el ide, jó? Nem vagyok részek, Szuki nagysán, ismerjük mi egymást! Zakariás nagysás úr is ismer! Míg február 11-e óta. Kétség se fér hozzá, szeressük mi Kacagány urat, ő az egylet, de az a kérdés, hogy én, mint választó bolgár, én kire szavazok? Ezért jöttem. Gyerünk, Pistulok, jártak részek! Na, ide hallgasson, jó ember, menjen innen, ezt majd máskor megbeszéljük, jó? Nem nézzenek rám olyan csúnyán, ami kicsit a sárga földig, de hadd mondom el, hogy jutott idáig. Ég a pokol. Kicsit berúgtam a hámból. Na jó ember! Értse már be, tűnjön innen! Menjen! Én találtam egy levelet. Levelet? Milyen levelet? Igen, a magáért cuki-cuki nagysámozott. Ne lökdössön, mert feljön a cefre! Az utcán Donátszon tegnap előtt este, amikor kijöttünk a gyűlésről, képzelje csak el, tegnap előtt este ott a mulatírozni. Ég a pokol. Te állítsd el! Mi rendelik el? Jól mert feljön a cefre! Hagyjad, Pistu, hadd beszéljen! Hagyjanak. És? Hagyjanak, s meglátja. Mikor megtanáltam, kíváncsiságból kinyitottam, és egy lámba alá mentem, hogy elolvassam. Bele se kezdek, és súp, már a nyakamon is van Kacagány úr! És azt mondja nekem, hogy... Kitépte a levelet a kezéből? Egy frász! Erre azt mondja Kacagány úr, tehát így állunk bolgártárs, az egyletünk tagja vagy, és levelezel a prefektussal, frász! Erre én azt mondom, Isten őrözön, frász prefektus! Erre azt mondja, megismerem a kéziratát, mutasd! Isten őrözön, de igen, de nem, de igen, de nem, de nem, de nem, rácsináljon, mert feljön a cefre. Aztán így súlybetértük egy cújkel, aztán még és még egy, aztán sör, bor, sör. Fizetett az ügyvéd úr, mint egy katonatiszt, mindenit elittam. Te ez elaló. És? És? Ne ordítsunk, mert feljön a cep. A levél! Miféle levél? Hol van? Hol van a levél? A levél? Miért nem ezzel kezdte? A levél az nálam van. Lehetséges. Igen, nálam van, Miklós úr. Két rongyot ígért érte. Nekem nem kell a dohány Istennek áll a ingatag tulajdonos vagyok, választó bolgár, csak az a kérdés, hogy én kire szavazok, én voksom van, elvesztettem. Mi? Elvesztettem.
szagány ellopta! Azaz, hogy Miklós úr, az meg lehet, mert hogy aludtam is egyet, meg képzeljük csak el, sör, bor, bor, te nyomorul, te! Te mit csináltál? Ne, mert cigány, jön! Mert feljön a tefre! Drága, feljön, úgy! Jön, az a cigaszok! Ki jön? Ki? Zakariás elnök úr! Zakariás elnök úr, na ne röntesse, mert feljön a cefre! Gyuri, vitt innen ezt a nyomorultat! Gyerünk! Mozgás! Ki velé? Ne! A hátsó ajtónak is egy csöcsönmester! Mozgás! Feljön a cefre! Zoli, hallod? Nem kell félni, Zoli, nem kell félni, Zakariás minden tud, de semmit sem isz, hallod? Zoli, hallod? Gyuri, mit intézted, voltál katagányinál? Voltam. És? Nehéz, nagyon nehéz eset. Nem enged a 21-ből. Na! 48 volt. Azért? Minden áron képviselő akar lenni. Lefogatom! Ne! Gyuri, azonnal vitte a csendőröket, és élve vagy holtan, de egy perc alatt a fogdában legyen. Igenis, előzetes feltartóztatásba fogom helyezni. Zoli. Na most! Elkaptam ők elmét! Elkaptam egy még macskosabb illettel! Kandós! Egy icipicit türelmet, ott... Mindent tud! De ebben mondtam, hogy egy szót se... Egy kis vizet... Igen, Zsuri! Megmondtam, hogy egy szót se... Tudom én, hogy milyen érzés... Tessék! Meghatom, hogy legyen egy icipici türelmetek, mert elkapom én a mélyen tiszteltet, valami mocskos ügylet. Miféle mélyen tiszteltet? Legyen egy icipici türelmet, kacagány! Jó, de mivel? Egy másik falsifikációval. Micsoda okleveles hamisító! Tisztára hamisító! Te! Legyen egy icipici türelmetek.
Kérdem én tisztelettel, kik vagytok ti? Utcai bagabandusok? Nem. Rendzavarnokok? Nem. Hajléktalanok? Nem. Nem, mintha zavarnának a hajléktalanok, csak csinálják otthon a négy fal között. Szóval ti nem. Azaz, hogy mi tiszteletre méltó megbecsült polgárok vagyunk, uraim, különösen mi hárman. Mi vagyunk a hatalom oszlopai, tagok az ideiglenes állandó bizottságban, a szavazó és választási bizottságban, az Árpád Vére Grémiumban, a romániai örkény mezőgazdasági agrárbizottságban, etc. Mi arra szavazunk, uraim, akit a egységes párt, a központi párt jelöl. Mert az egységes pártól függ a hazajava, a hazajavától függnek a mi javaink. Mindez nagyon szép, és mindez nagyon jó, Zaki bátyám, hogy te a szót keveredte. De mi mégis árulástól félünk. Nem, játszunk nyílt lapokkal. Jó. Mondtam már, hogy árulástól félek. Nos. A barátunktól félünk. Milyen barát? Tudod-e jól, hogy milyen barát? Mondtam már, hogy ne lássam többé Zozikát a feleségemet, ha tudom. Ismét játszod a törököt! Ne törököd! Nem játszom. Tényleg nem játszom. A barátod... Barátom. A barátunktól... Pistától félünk! Pistától? A prefektustól! Mi félünk, mert lepaktált kacagányival? Kacagányival? A röhögés utól is! Ezzel a hantopológussal! Hantopológussal! Nifilistával! Nifilistával! Pista árul! Igen! Na erre nem számítottam! Na most már kín vagyunk az összes tizen! Szóval mi, mire is gondoltunk? Egy icipici törelmet megtiltom, megértették, megtiltom, hogy Pistukát bármi kicsinleg is gyanúsítsák. Számomra ez annyit jelent, mintha Zozikát, a feleségemet gyanúsították volna. Én ezt az embert... Egy icipici türelmet. Csak azt mondtam, hogy ha Zozikát, a feleségemet gyanúsítják, vagy Pistuk a barátomat, nekem ez, nálam az egyre megy. Én ezt az embert nem tegnap előtt ismertem meg, hanem 8,5 évvel ezelőtt. Pontosan fél évre rá, hogy másodszor megnősültem. 8,5 éve élünk együtt, mint testvére, és soha egy fikarszni kivetni valót se találtam benne. Hát azt hiszik önök, hogy itt maradt volna, és nem megy el Bukarestbe igazgatónak, ha én és Zozika nem könyörgünk, hogy maradjon, és az az igazság, hogy Zozika még jobban is könyörgött. Hát ez érthető, a nőkben mindig nagyobb az ambíció. Itt nem ambícióról van szó, hanem párt érdekről. Ki más lehetett volna a prefektus? Talán adott volna valaki. Engedtessék meg, de ezt nem hiszem. Független ember, aki a pártért, a megyéért, a hazáért nagy szolgálatokat tett. És igen, bevallom, hogy nekem is tett, és mai napig is tesz szolgálatokat. Erre ide jönnek
önök a párt belső köreiből azzal gyanúsítják, hogy s ilyen antiparlamentáris kifejezéseket használva, hát nagyon sajnálom. Zoki bácsa, nagyon sajnálom, tehát ha valamit nem értünk a politikában, akkor már is hopp, kész az árulás, kint vagyunk az összes vizekből. Micsoda világ. Igaza van. Jól mondja a fiam az univerzitásról. Mert fiatal, de érett, komoly gyerek, hogy azt mondja a minapi levelében, hogy apka, ahol nincs erkölcsi morál, ott korrupció van, és eltelen a társadalom, azaz, hogy nincsenek neki elvei. Pistuka, rádoz, kívánjuk az összes vizekből, a viszontlátásra, revárra én. Hogy tetszett a mérnek? Egy pici türelmet! Na, hogy tetszett a mélyen tisztelt, mi? Helyt, jó, nem adja magát feltölti! Nem adja ki könnyen a titkot! Igen. És mit csináljuk, mi? Várjuk, még meddig várjuk, mint ha látnám is a ma este gyűlés végén, hogy feláll a mélyen tisztelt, és csengőjét házva bejelenti, igen, tiszteltek! Egy icipici türelmet kérek! A frakciók jelöltje, a mélyen tisztelt Kacagányi Miklós! A hantopológus! Bitan, a nihilista! Aztán meg így hurrá! Meg úgy hurrá! És ez mi? Ez ölbetett kézzel nézzük! Nem! Ez létezhetetlen! De mit tehetünk? A hatalommal szemben nem lehet! Hogy mit tehetünk? De mit tehetünk? Távilatozunk Bukarestre, a pártközpontba, a napilapoknak, a miniszternek, a pártközpontba. Röviden és velősen. Azt írjuk. Árulás. Árulás. Stop. A prefektus. Prefektus. És emberei. Emberei. Elárulják. Pártot. A nihilista. Kacagányért. Akit frakciók képviselőjévé akarnak választatni. Stop. Árulás! Háromszor is árulás! Stop! Nem írom alá. Túl erős. Hogy nem írod alá? Turulci, hát alá kell írnom! Légy bátor, mint én! Aláírjuk! Névtelenül. Az más. Jaj! Azt írjuk. Párttagok egy csoportja. De ha felismerik az írásunkat. Majd megiratjuk mások. De kivel? Majd csak találunk valakit, aki feladja. Jaj, csak nehogy baj legyen belőle. Névtelenül, Kuruc! Légy bátor! Mennyi az idő. Menjünk gyorsan, mert pontban 5 és 6 között bezárják a postát. Árulás, Kuruc! Na, ezt is lerendeztük. És mit hiába?
Elkaptuk kacagányit! Amikor eresztettem a fiúkat, jól meggyepálták, úgy ordított, mint a sakár. Tiltakozom az alkotmány nevében! Ez magánylagsértés! Hát mondom, tisztára magánylagsértés. Suppítsátok, gyerünk! És suppítottam. Aztán legyen ezt a dutyiba. Visszavettem és átkutattam az egész lakást. A kályhában a szellőzőket. Felszedtem a kliklak parkettet. Feltörtem a grésziát. Megnéztem a falban a repedéseket. Sehol semmi. Aztán vissza az őrse. Kiforgattam az összes zsebét. Nincs és nincs. Megfenyegettem, hogy parancsom van a főnök úrtól, hogy megkínozhatom, mint egy tenoristát. Ja. Nem akar vallani, csak is akkor Zozicika asszonynak. Keresem, és nem lehet. Otthon nincs, én nincs. Gyuri. Igen. Na végre, mit hallott, Gyuri, mit műveltél? Alig léptem ki a házból, és hallom az orvosról, hogy csendőrökkel hurcoltad a börtönbe kacagányit, és felkutattad a lakását. Hogy tettél ilyet? Szóbeli parancsszóra, perfektus utó személyes. Pistuka, hol van? Ha nem tudom, hát én is őt keresem. És kacagányit miért tartóztattátok le? Hogy elkapozzuk a levelet azért? És megvan? Nincs, Zozicik asszony, nincs. Jól megmutatott a műtet is, meg a lakását is, de nincs. Máshova dughatta. Gyuri! Tönkretettetek! Holnap kinyomják a levelet, s ti potyára csináltatok botrányt, a tanítók nélküle is kinyomják a lapot. Mit fog Bukarest ehhez szólni, hogyha megtudja, hogy felkutattátok a lakását, és lefogadtátok kacagányt a választás előestéjén, minek utána biztosítottok a kormányt, hogy ezúttal minden csendben és rendben fog zajlani. Hogy maradhat Pistuk ezek után, prefektus? Jó, Zuzicika, hogy most jut eszembe? Hiába kérdeztem, hiába pagadtam, azt mondta, hogy a jó Istennek se enged, és szóba sár az égegyat a világon senkivel, de senkivel, csak is Zozicik asszonyja. Velem? Én. Velem? Szalagyúri, gyorsan enged ki, és kérd meg a nevemben, fáradj Gyuri, de válasz. Én csak a drága főnök. Te Gyuri, hogyha kedves az életed, hogyha szereted a családodat. Ahogy ne szeretném, drága Zozicik asszony, kiveszélve Gyuri, akkor... Hagyja már Gyuri! Akkor egyik lábban itt a másikot, de vissza ne gyerek a kacagány nélkül. Légy benne nagyon udvarias. Ha most tetszik szólni! És itt legyetek, mire tízet számolok, egy! Már kilenc! Lapunk holnapi számában közzé teszünk egy igen érdekes szentimentális levélkét, melynek címzetje városunk nagy befolyású dámája. A szerző pedig igen magas beosztású tisztségviselő. Eredetét a kíváncsiak szerkesztőségünkben megtekinthetik már, ennyit mit lehet még csinálni? Kacagányit meg kell választani. Kétség nem fér hozzá. Hát kár is gondolkodni egy ilyen gazemberrel, mint ő, hát gyerekesség. Hát őrültség lenne felvenni a harcot. Pistuka, bele kell törődjön! Muszáj! Muszáj! Na és akkor mi van? Mi van? Kacagányi épp olyan jó képviselő lesz, mint akárki más. Na hová tűnhetett, Pistuka? Hová tűnhetett? Zoe!
Pistuka! Vártalak, Pistuka, mit csináltam? Lefogadtad a szobány. Jól meggondolod, hogy kiadtad a parancsot, hogy tehettél ilyet, hogy miért csináltad? Miért? Hát ezt pont te kérdezed! A te butaságod miatt, hogy elkerüljem a katasztrófát, amit a te felelőtlenséged okozott. Hát hogy lehet valaki ennyire szórakozott? Egy szerelmes levelet csak úgy zsebre vágni. A zsebkendővel majd kirántani és elveszíteni, mint egy picuikát, mint egy lejárt jegyet az előadás után. Hát ekkora felelőtlenségre, megmondom őszintén, nem számítottam. A felnőtt asszony majd tessék, mi az Isten csodája, nem gyerek? Hát ilyen hanyagságról még regényekben sem írnak. Mit színdarabban sem fordulhat elő. Ítélkezz csak, Pistuka. Ítélj el. Gyereke sem viselt. Pokol is tovaságot követtem el, de most helyre kell hozni. Ha szeretsz, ha valaki egy kicsit is szerettél, akkor ments meg a gyalázattól. Még bánod, neked az sem számítana, hogy kiplakátoznák a szerelmünket, de nekem. Hadd akadj! Éppen ezért biztosítottam be magamat a kacagányi személyét illetően. Hiába, Pistuka, hiába. Kacagány akár meg is halhat ma az újságja holnap. Úgy is közli a levelünket. Istenem, hogy fogják akkorni darabokat? Hogy jönnek majd rajta? Egy hétig, egy hónapig, mint egy évig ezen a kalandon fognak csáncsolni? Ebben a kisvárosban senkinek semmi dolga, csak a pletyka még ok nélkül is. Hát, ha még okuk is van, és milyen ok, Pistuka, milyen ok? És én ez alatt mit csináljak? Halljak meg talán? Hát meghallhatok, hogyha úgy akarod, mert a történtek után nem élhetek tovább. Ha nincs más kiút. Zoe? Szeretsz Zoe? Ó, Pistuka. Pistuka. Szeretlek. De mentsél meg. Szökjünk meg! Megörültél, Pistuka? És takariás. És a pozíciód. És a botrány, ami a nyomjába még jobban fellángol. Tehát semmit sem lehet csinálni. De igen. Mit? Támogatunk el kacagányi jelölését. Lehetetlen. Válaszolj meg! Soha! Meg kell te meggondoltad, mit beszélsz? A holttestemen keresztül! Épp az imént csíptem el egy táviratot. Az a részeg disznó vitte a postára, aki megtalálta a leveledet. Névtelenül lefoglaltam és parancsot adtam ki, hogy semmit se továbbítsanak, ha tudtam nélkül. De mit tudom én? Hát így is kiszivároghat, vagy átcsúszhat valami kódolt távirat. Tessék! Árulás! Stopp! A prefektus és emberei elárulják a pártot a nihilista kacagányért, akit frakción képviselőjévé akarnak választatni. Stopp! Árulás! Háromszor is árulás! Stopp! A párttagok egy csoportja. Bármi történjen, azt a nyomorultat nem támogathatjuk, nem! Háromszor is nem! Adj tanácsot, hát keressünk valami más megoldást. De nem látok, hát nincs más megoldás. De akkor! Akkor! Hogy jel? Hozd békét a nyomorút tűnj innen! Jó. Hadd halljak meg szégyenemben! Gyilkolj csak le engem, aki szerettelek. Aki mindent feláldozott érettem. Ide jutottam. Jutottál! Ennyit értek az esküdözéseit. A halál karjaiba löksz, mert megölöm magam, még a botrány kirobbanása előtt. Még itt. Még most. A halál küldesz pedig. Megmenthetnél, de te elveszed! Zsolyé! Ha az ambíciódat a kis politikai macokériádat többre tartod az én becsületemnél, akkor hagyd már meghalni! És azzal a bizonyossággal távozom a világból, hogy 8 éven át áltattál. A 8 év minden percében csak áltattál, és nem szerettél soha. Zoé, gondolkodjunk, keressünk valami más megoldást. Nem, fontolgatása már nincs idő, Pistuka. Minden múló pillanat a vesztemet kegyegi határozott kell. Határozni! Pistuka,
Pistuka, az előbb a korzón a fillegóránál hallottam a kocagányi letartóztatását, mint egy őrült, úgy rohantam a szerkesztőségbe. Én nem itt nyomtattam ki. Nézd, olvasd! Olvasd! Na, most már tudod, hogy mire lehet számítani a kacagányi letartóztatása után. Ez az ember a fejével játszik. Az életével. Nem az övé a tét, Pistuka, hanem az én életem, mert megismétlen választhatsz. Vagy szeretsz, és én akkor élek, de akkor a kacagányi elleni harcról szó sem lehet, engedned kell nekem. Vagy nem! És miután legyilkoltál, akkor legyen, aminek lennie kell, én döntöttem. Igen. Döntöttem, de addig nem halok meg, amíg meg nem vívtam a harcom minden lehetséges módon a körülményekkel. És harcolni fogok. Igen. Ellened is! Ellened is küzdeni fogok, te szívtelen és hálátlan ember! Mert most te vagy a legnagyobb akadálya annak, hogy visszaszerezhessem lelkem nyugodalmát. Igen. Igen, döntöttem. Döntöttem, és vissza fogom szerezni lelkem békességet. Igen! Határoztam. Igen, és neked győzzek mindent és mindenkit, még téged is! Annyira határozott vagyok! Hogy én az imént parancsoltam meg Gyurinak, engedje szabadon kacagányit és kérje meg a nevemben fáradjon ide. Mit tettél te? Te ostoba! Azt tettem, amit tennem kellett! Ha te nem vagy hajlandó támogatni, ha te nem vagy hajlandó megszabadni, ha nem akarsz megmenteni engem, akkor majd támogatom én. Igen. Majd rászavazok én. Mert én meg akarok menekülni. Tessék! Igen! Igen! Én kacagányi párti vagyok, és a férjem is az összes szavazatával mellette lesz. Következésképp, aki kacagányi ellen harcol, ellenem harcol, na gyerünk Pistuka, harcolj! Harcolj! Tapos el, te, aki azt hazudtad, hogy szeretsz. Na lássuk, mire megyünk. Zsolyan! Kacagányi! Zsolyan! Nagyon kérem, hogy pardonozzon meg nekem a missziómért. Ne tessék haragudni egy kicsikét, túlkaptam rendőrileg, de vigurózus parancsban van adva, hogy a rendőri beavatkozás minden esetben legyen szelíd, de kegyetlen. Magának jobban tetszik tudni. A rendőr már ilyen, az apád is lehet. El kell kapni, elkapod is, mit tenni! Ilyen a végrehajtás. Ezért kérem, hogy pardonozzon meg a misszióért. Ugyan már, Gyuri, nem ingyere itt a pardonjaiddal. Azt hiszed, hogy mi nem tudjuk, mi folyik a rendőrségen? Egy alkotmányos jogrendi államban a rendőr se több, se kevesebb, mint puszta instrumentum. Tiszta instrumentum, drága ügyvéd úr! Nem a lesújtó ökolaibás, hanem a végrehajtó akarat! Hú! Írtam is egy cikket erre! Biztos, hogy nem olvasta. Kellett, ügyvéd úr! Kellett, hogy olvassam! Ne! Én úgy olvasom a maga a újságát, mint az evangéliumot! Csak hogy nagy már felbénézzel rám a missziómél. Más van az én lelkemnek a mélyén, de egészen nagyon más. Mit lehet tenni? Nagy család és minimálbér, pedig egy ürik változó. Jó. Na, különben is. Hóhér hiányában hogyan létezhetne? Mártírium. Tisztán ügyvéd úr. Na, polgártárs, ne feledkezz meg a kondícióról, melynek ellenébe idejöttem. Eljöttem ugyan a prefektus úr házába, de nem vagyok hajlandó szemet akasztani vele. Nem hagyom magam ilyen olcsón komplementált. Gyuri. Bocsánat. Gyuri. Engem Tarhonyai asszony invitált, vele óhajt a találkozni. Csak is ügyvéd úr, csak is. Csak is Zodicika asszonya. A prefektus úr nincs is itthon. Csak leülni. Tessék leülni. Megyek és szólok Zozicika asszonynak, hogy nem tetszett érkezni!
Még azt is tett hozzá, hogy igen, sietek vissza a töblöcbe. Hová kegyeinek elvesztése miatt zuhantam. Igenis! Micsoda hóhány, jó! Ez lenne csak tökéletes perfektus! Nagy nehezen, de kapitulált! Nem is lehetett volna másképp. Az édes, drága, hőnszeretett Zakariás bácsink. Szinte már hallom, amit az esti gyűlésen kikiáltja a nevem, a frakciójuk jelöltjeként. Szerencsétlen tálasi. A cél szentesíti az eszközt, mondta a halhatatlan Gambetta. Az édes, drága Palicki barátunkat pedig eheti a pulykavérek. Nekem annál jobb. Ha megőrül, annál rosszabb neki. Ha letartóztat, annál jobb nekem. Zozika asszonynak több esze van, mint az egész társaság. Udvariasan hívott, és íme itt vagyok, hogy tiszteletteljes csókot leheljek a kacsóira. Hát mit lehet itt tenni, kérem? Ez a kéz adja a mandátumot. De hol lehet a madám? Nem jön. Madám! Palicki, jobb szerettem volna nőt. Most tarts vissza, úristen. Bocsásson meg, tisztelt úr! Ha úgy tűnik, hogy kissé szokatlan körülmények között toppaltam az ön lakásába, el kell mondanom, hogy parancsra hurcolt a börtönből ide az ön rendőre, és így nem számíthattam a találkozásra. Impertinens. Nekem azt mondták, hogy a kedves. Azaz, hogy különben nem is jöttem volna, de végül is fogoly vagyok, és akkor maradok. Viszont ha nem, és semmit sem mondhatok jól, azonnal visszavonulnék. Hőn szeretett és mélyen tisztelt Kacagányi úr. Fel nem foghatom, hogy két férfi között, akik némi komolyságot vindikálnak maguknak. Mi szükség van ezekre a steril tirádákra? Mahinációkra, társasági rafinériákra, amikor a helyzet egészen világos. Én nyílt sisakkal játszom. Megengedi, hogy mondjak valamit? Hát persze. Sessék, foglaljon helyet. Nem, nem, köszönöm. Na! Csak nyugalom, nyugalom. Még jó, hogy Zoé nincs. Elfogadom, tisztelt úr. Ön szereti a nyílt játszmát, én viszont szeretek röviden végezni, érti? Röviden. Röviden. A helyzetünk könnyedén megoldható. Köszönöm. Foglaljon helyet, kérem. Nem, köszönöm. Tessék, leülni! Na, úgy. Tehát, mélyen tisztelt úr. Az ön birtokában van egy levele. Hogy miként jutott hozzá, azt nem kommentálnám, amely kompromentálhatja egy család becsületét. Ne, hol bocsásson meg, ha megsértettem, vagy legyek még rövidebb? Ön egy praktikus ember. Önnél van valami, amire nekem szükségem, és maga nagyon jól tudja, mennyire szükségem van. Én most akkor azt kérdezném tehát, mélyen tisztelt úr, mit kér ön cserébe tőlem azért a dologért? Hogyhogy? Ön nem tudja? Nem. Még csak meg sem fordul a fejében? Nem, hát azért kérdem. Igen, tisztelt úr, egy politikusnak... Azaz, hogy magának? Engedelme! Egy politikusnak kötelessége bizonyos körülmények között, körülmények, melyek között hazánk jelenleg vergődik, körülmények, melyek befolyásolnak bizonyos irányzatokat, tekintetbe véve bármely alkotmányos állam múltját, különösen egy olyan fiatal államit, mint a... Még egyszer esedezem, igen, mélyen tisztelt úr! Mit kér ön cserébe tőlem azért a levélért? Röviden, csak röviden! Nos, ha így állunk, ha ön röviden akarja, íme. Azt akarom, hogy ne ellenezze. Sőt, tovább megyek. Támogassa a jelöltséget. Tök! Az ön jelöltségét. Na de miért, tisztelt úr? Hát nem tűnik ez egy kis és soknak. Hát erre csak ön, aki a cserét felajánlotta, tud válaszolni. Na de igazán mélyen tisztelt, hát nem tűnik ez egy kicsit soknak. Hogy? Szólt valamit? Nem. És ha az állandó ideiglenes bizottságban biztosítanánk egy helyet, ami hőn szeretett, mélyen tisztelt Kacagányi úrunknak? Kevés. Nagyon kevés mélyen tisztelt. És ha az államügyész is ugyanaz a Kacagányi úr lenne, semmiség mélyen tisztelt. És ha polgármesteri szék most éppen üresbe telne,
És hogyha a Szent Korona Alapítvány kuratórium elnökét szintén Gacagányi úrnak hívják, és hogyha a város melletti bekerített lampa... Engedelmet, tisztelt úr! Egy politikusnak kötelessége bizonyos körülmények között, melyek jelenleg hazánk jelenleg bergődik, tekintetbe véve a múltat. Különösképpen egy olyan fiatal állam, mint a miénk, mely alig mászik. Hagyja, adjuk már ezeket a populista frázisokat, Kacagány úr! Ezeket tartogassa szájtáti, nyálatszó bámulóinak! Olyan embernek tűnök én, aki megeszi ezt a maszlagot, és most kivele mi kell, férfiasan, mit akar tőlem? Mit akarok? Mit akarok? Mit akarok? Mit akarok? Ön nagyon jól tudja, hogy mit akarok. Csak azt akarom, ami rég kijár nekem oly hosszadalmas harc után. Amit már rég kiérdemeltem ebben a bukott városban, ahol én vagyok a legelső. A politikai elit. Akarom... Mit akar? A politikai mandátumot akarom, és semmi más, semmi! Jár nekem? Kérem! Dálogasson, választasson meg, és holnap után, amikor a megfelelő többsége megválasztottak, öné a levél, becsület szava. Ó, az ön becsülete. És ha nem tudom megválasztatni... De, meg tud. És hogyha nem akarom, érti? Nem akarom! Te, nem! Megfeledkezik, hogy egy olyan emberrel, amit én nem lehet csak úgy játszani. Nem akarom megválasztatni, érti? Nem! Muszáj! Nem! Muszáj, ha egy kicsit is ad a hölgy becsületére! Te! Te nyomorult kazállat, te! Hát én nem értem, hogy mi tart vissza attól, hogy szétverjem a fejedet. Ide adod most azonnal azt a levelet, vagy agyon csaplak, mint egy kutyát, te! Te! Segítsél! Segítsél, adikos pápi! Adikos prefektus! Megesküdött a becsületére, hogy holnap után, miután kihirdetik a megválasztását, átjutja annak, aki ezt hozzásegítette. Nos, én választom meg. Én és a férjem nekem adját a levelet, elfogadja az ajánlatomat. Elfogadom. És megértheted, hogyha ellened harcolva kell a levélhez jussak. Köztünk mindennek, de mindennek vége van, Pisti, de remélem ezt érted. Kacagány úr, az egyességünk megpecsételt. Teljes mértékben, madám, de... Pistuka! Pistuka, nyugalmam ellenség akarsz lenni! Pistuka! Legyen, legyen, ha úgy akarod! Legyen meg a te akaratod! Történjen, aminek történnie kell! Kacagányi úr! Ön a Zoé jelöltje! Ön a Zakariás úr jelöltje! Következésképpen ön az én jelöltem is! Holnap után ön képviselő. Holnap után öné a levél. Én most megyek a postára, és megüzenem Bukarestnek a jelölésedet. Otthon várja, míg értet küldetek. A ma esti gyűlésen légy nagyon taktikus, nagyon óvatosnak kell lennünk. Madám? Aj, már megint. Igen, már megint mi? Azért a kis izért jöttem, amiről a reggel beszéltünk. Most mit csinálunk? Holnap elkezdődik, és én... Kire szavazok? Én már kit válaszok? Kire szavazok? Kire? Kire? Polgártárs, kezd nagyon az idegeimre menni! Szavazzon, akire akar! Már szóba jött az akarat, én senkire sem akarok. Hagyja nekem békén! Különben is! A hivatal egy pillanatig sem akarja a polgárokat befolyásolni! Padom már engedelmet, el kell mondanom, hogy egy konstitúciális államban, különösen olyan fiatal államban, mint a miénk. A hivatalnak kutya kötelessége is! Igen, igen, ez magától értető. Na csak a miénk, tiszteletre most veszem észre! Egészséget, békességet szeressük a... Jó, megdolgozott sőrborból sörni, de csak egy tiszteleget, vagy talán csak nem a levélkét. Rakula, tisztelet, nem már jó. Gyerünk, Pistu, Rukki, nem bírom. Na ilyet, hogy jó ember, tűnjön innen, amíg szépen beszélek. Egyébként is mi a frászt akar tőlem? Nem megmondtam, aholnap elkezdődik, és én kire szavazok, kire? Kacagányi úrra. Kacagányi, na ne hűtsen, mert feljön a cefre. Azért, mert tarpolista vagy te! Ne látszik, ember, feljön a cefre. Azért, mert hagytad, hogy kilopják a levelet a zsebedből. Semmi baj, találok másikra. Pistu! Pofa be! Most én beszélek. Azért, mert egy
Egy részeg gazember vagy! Alkoholista senki házi! Pistu, ne! De igenis alkoholista! Hát most is részeg vagy! Tök részeg, ne! Egy fesz! Egy mérföldre fújod a bráhát, te szerencsétlen! Ez az én naturális illatom. Fújod a rumot, te! Mégis mit fújod, petrol a rumot? Nos, éppen ezért kell a mélyen tisztelt kacagány úrra szavaz! Amilyen a választó, olyan a választó. Mindig ironikus, mélyen tisztes. Igen, mi kacagány úrnak dolgozunk! Jó, ezt nem szeretem! Kacagány úrat támogatjuk, ezért önök is kacagány úrra kell szavazzanak, és nem kényszerből támogatjuk, nem, hanem azért támogatjuk, mert ő hazánk legbecsületesebb fia! Istukám, nyugodj meg! Nyugodt vagyok! Mert ő nem olyan, mint a többi gazember, mint a többi nyomorult, senki ázi megismétlen. Egy olyan okos, politikailag tisztán látó, éles eszű választóhoz, mint ön, nem is illene jobb jelölt, mint kacagányi úr, az igazán mélyen tisztelt kacagányi úr! A kis rossz májú! Igaz, árulás, mélyen tisztelt, mondtam, és vége, elég volt, hagyjatok békén, mind! Békén hagyjuk, igen tisztelt, de megyünk Bukarestbe, és mindent elmondjuk! Menjetek a francba! Elmondjuk a napilatoknak, elmondjuk a választóközponti bizottságnak, elmondjuk a kormánynak! Igen! És mondom, mert feljön a cefri! Végül is, miről van szó, Pista? Ha engem megkérdez, Szaki bátyám! Egy szó, csetatus! De miért? Miért? Ha valaha egy kicsit is szeretél, akkor most hallgass, hogy mindent megmagyarázok! Már egyen el a mélyen tisztelt uraim, de a magasabb kormánykörök nem önökre fogják helyezni a vitalmat, hanem Balicki úrba, a leghűségesebb prefektusba, a legderekabba, a leghűségesebbe! Ez csak természetes! És már engedelmed, de ha feltűnnek ilyen személyek, akik csak is a saját hasznuk után kosulatnak, mint például önök! Iho, ez erős! Még sérteget is? Nem osz! Személy szekértábora! Igen, ez magától jelentkező! Majd a szavazók mondják ki az utolsó szót! Igen, a szavazók mondják ki az utolsó szót! Az se természetes, hogy a szavazók mondják ki az utolsó szót! Igen, még mi mondjuk? De hát vagyok úgy! Gyuri! Egy expressa a pirat! Távérat! Tatus! Á, Gyuri! Mindenáron! De mindenáron az önök frakciója a bukaresti küldöttet kell megválassza. Madám, nem, hatolnunk el mindenki ellen! Hatolnunk el a kormány ellen! Mindent, ha